Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit a sorozat második alkalmán. A múltkor azt néztük, hogy milyen a gyerek. Ugye az volt a címe, hogy a normális gyerek furcsaságai. Már arról beszéltünk, hogy ez a gyerek még nem felnőtt, és nem csak, hogy arányokban nem felnőtt, hanem belülről egyszerűen máshogy működik. Tehát figyelembe kell venni ezeket az életkori sajátosságokat, hogy még egy óvodás is egy kicsit máshogy reagál a dolgokra, mint egy iskolás. Aztán, ahogy mondtam, robban a hormonbomba, és a kamaz az megint teljesen más tészta. De általában egy teljesen normális felnőtt lesz belőle, akármi történik is 20-valahány év alatt. Tehát ez az egyik rész. A nevelésnek az egyik része, hogy milyen a gyerek. A másik oldal az az, hogy de mi hogyan nevelünk. És természetesen mindenki úgy nevel, ahogy tud. És gondolhatjuk, hogy igazából mindenkinek megvan a saját stílusa, és az annyira egyéni, hogy nem is lehet róla semmit sem mondani. Hát én így tudom, ezért így csinálom. De igazából ez nem teljesen igaz. Mert ha megnézzük a különböző nevelési stílusokat, akkor a háttérben lehet mégiscsak hasonló dolgokat találni, hasonló dolgokat látni. És igazából három ilyen alapvető kérdés van, ami alapján csoportosíthatjuk a nevelési stílusokat. És akkor el is mondhatunk róla valamit. Lehet, hogy az egyik kultúrában inkább az egyik felfogás a jellemző a családokra. Egy másik kultúrában, vagy egy másik vallási körben ugyanazokról a kérdésekről máshogy gondolnak. És mivel máshogy gondolkodnak, bizonyos döntéseket máshogy hozzák meg. Ezért három kérdést még mindenképp érdemes megnézni, amikor azt szeretnénk megnézni, hogy mi hogy nevelünk. Az első kérdés az, hogy mit gondolunk arról, hogy milyen a gyerek. A második kérdés az, hogy milyen jövőre neveljük a gyereket. És a harmadik nagyon nagy kérdés, általában ezzel vagyunk elfoglalva, hogy milyen légkörben neveljük a gyereket, milyen módszerrel. De igazából a másik, az első két kérdés is fontos, mert abban vannak ilyen rejtett érdekességek. Ezért gondoltam, hogy néhány dolgot mégiscsak el kell mondani ezekről a kérdésekről is. Milyen a gyerek? Van egy nagyon klasszikus felfogás, és az ez, hogy igazából a gyerekben már minden benne van, amire szüksége lesz majd, csak hagyni kell. Ugye ez a virághagyma elmélet. Igazából csak hagyni kell, etetni kell, itatni kell, nem szabad túl erősen hozzányúlni, és valamikor nagyon szép amarilis lesz belőle. Hát az elén csak zöld, és még több zöld, és még több zöld, és a végén már idegesítően zöld, aztán hirtelen pik-puk, nagyon szép virág lesz belőle. Azért klasszikus, mert a francia forradalom idején erről írt egy könyvet Jean-Jacques Rousseau, hogy a francia forradalom ideje az idő volt, amikor a tekintélyek ellen kezdtek lázadni, és ez ilyen visszatérő gondolat, hogy a pedagógiában, meg a nevelés elméletekben visszatérő gondolat az, hogy nem kell tekintély, nem kell nevelni, már pedig erőszakkal, hanem csináljuk úgy, hogy Jean-Jacques Rousseau bácsi leírta, aztán a saját gyerekét mégiscsak egy kicsit másképp nevelte, de szerintem abban a feleségének a keze is benne volt. De az volt az elkezdve, hogy van egy gyerek, elmegyünk vele lakni egy szép parkban, és minden nap sétálunk a parkban, és megkérdezzük a gyerektől, hogy szeretne valamit tudni, vagy mit szeretne csinálni. Ugye egy gyerek, egy felnőtt, egy nagyon szép környezet, és ebből lesz a legjobb felnőtt. Ez volt az elképzelés. Aztán meg Párizsba laktak szegélyek, tehát az annyira nem sikerült, aztán kiköltöztek Svájcba, de hát nehéz megtalálni ezeket a körülményeket. Aztán meg, hát lehet, hogy egy lányt így lehet nevelni, egy fiút, az már kicsit nehezebb általában. Például. De mondom, ez embereknél a fejükben lehet. Ilyen háttér gondolat, hogy hagyni kell a gyereket, és majd lesz valahogy. Nem ez a jellemző mostanában. Mostanában inkább ez a másik kép a jellemző. Hogy a gyerek az olyan, mint a gyurma. Bármi lehet belőle. Csak akarni kell. És a megfelelő módszerrel, és a megfelelő mentorral sikerülni is fog.
Csak azt a óriási jó szakembert meg kell találni, aki ismeri a tuti módszert, és akar az én gyerekemből, bármi lehet, amit csak akarok. És ugye erre még rá is erősítenek azok a cikkek, amiket olvasunk újságban, akár most a héten az Indexen, hogy van a csodálatos Shanghai módszer, és ezzel az összes gyereket lehet vidáman matekra tanítani. És működik is. Vagy van egy másik cikk, de hát az már kicsit régebbi, hogy régebben azt gondolták, hogy a tökéletes halás, hát az a születni kell. És Amerikában persze egy pszichológus azt gondolta, hogy lehet, hogy ez tanítható, és kifejlesztette a tökéletes módszert, és hát ki 3 nap alatt, ki 1,5 év alatt, de azt mondta, hogy az összes gyereket tökéletes hallásra tudta tanítani. Ugye, és ha olvasjuk ezt, akkor a szülőben már indul az, hogy hát akkor lehet, hogy a gyerekemben sokkal több van benne, mint ami kijön belőle. Akkor még hova kell még vinni? És hol van legközelebb szakember? És ha nincs bátaszéken, akkor talán hova vigyem? Bajára? Szegedre? Vagy Pestre? Vagy hova? Mert ugye a legjobbat akarom a gyerekemnek. Mert jönnek ezek a cikkek, hogy mindenre van egy módszer, csak találd meg azt az embert, aki ismeri ezt a módszert, és akkor de jó lesz a gyerekednek. Nagyon kevés viszont az a tanulmány, vagy az a cikk, amely arról szól, hogy az ember 35 évesen mennyit használ abból, amit 6 évesen tanult. Hát nem nagy kunst 9 éves gyerekeket bármire tanítani. Bocsánat, akinek mondom én. A múltkor beszéltünk róla, hogy olyan 6 és 10 éves kor között a legtöbb dologra lehet rátanítani. De 30 évesen mihez lesz kedve? Mit fog még használni abból, amit tanult? Ismerik talán a történeteket, hogy valaki óriási sikereket ért el valamelyik területen, aztán 20-valahány évesen azt mondja, hogy gyerekek, nagyon szép volt, nagyon jó volt, de most megyek festeni. És mindenki nevet rajta, hogy neked ez egy festmény. Aztán meghal, és 20 évvel később, hogy milyen zseni volt. Hát óriási. Tehát olyanokat tudott festeni, és most is lessük, hogy hogy csinálta. Hát honnan lehet tudni, hogy jó lesz a gyereknek az, amire tanítottam? Ezért gondolja ezt mostanában sok szülő, hogy a gyerekemet minden dologra, vagy minél több dologra kell rátanítani, aztán majd valami haszna lesz belőle. Hát, majd kiderül. Mondom, ez most kicsit ilyen divatos felfogás. Ezt lehet hallani. Sokszor lehet látni. Sőt, amikor már az oviból is külön órákra viszik a gyerekeket, mert ugye 5 évesen kell programozni, tanulni, amikor a gyereknek van tabletje, és neki gőze nincs, hogy milyen veszélyek vannak az interneten, de a programozást kellene neki tanítani. Na, megáll az eszem. Hát először arra kellene tanítani, hogy mire jó a tablet, és mire nem. Most talán először a szülőket kellene arra tanítani, hogy mire jó a tablet, és mire nem. Hát a programozás az rájön később például. De nem. Tehát angol, ballett, programozás ugye az alap a középcsoportosoknak, és akkor utána, amikor elsős lesz, akkor jön az igazi. És akkor 60 órában a gyerek többet tanul, mint a szülő egész életében, aztán majd meglátjuk 30 év múlva. Beszéltem olyan emberekkel, akik ismerik a magyar oktatási rendszert is, meg az angliai, az angol oktatási rendszert is, azt mondták, hogy teljesen más a rendszer, de úgy nagyjából 30 évesen, vagy 40 évesen, ugye egy érettségi találkozó rájön az ember arra, hogy igazából te így tanultad, én úgy tanultam, nekem ez volt jobb, másiknak az volt a jobb, de végső soron ugyanannyit tudunk úgy nagyjából. Tehát ugyanannyit használunk az egészből. De a fejünkben van ilyen kép arról, hogy milyen a gyerek. Ugye a múltkor egy kicsit arra próbáltam ráirányítani a figyelmet, hogy talán a legideálisabb az lenne, hogyha az adott gyerekből indulunk ki. Tehát nem valamilyen elméletből, és nem valamilyen elképzelésből, nem valamilyen divatos gondolatból, hanem mindig az adott gyerekből induljunk ki. Mit láttunk benne, mit tudunk róla, és akkor nézzük meg, hogy hogyan lehet ezt a gyereket nevelni. Ugye ez volt az első kérdés. Milyen a gyerek? Második kérdés, mire neveljük?
Milyen jövőre neveljük a gyerekünket? És itt három óriási kérdés van, ami nagyon, hogyan mondjam ezt szépen, nagyon meghatározza azt, hogy egyrészt mi hogyan nevelünk, de azt is meghatározza, hogy milyen viselkedést várunk el a gyerekünktől. Tehát mi lesz az a kép, ami a gyerek fejében lesz, hogy na, ilyen egy jó gyerek, vagy ilyen egy jó felnőtt. Ugye? Tehát éppen az interjúban mondtam, hogy a nevelés egyik nehézsége az, hogy olyan jövőre neveljük a gyerekeket, amit mi sem ismerünk. Nem tudjuk, hogy 15 év múlva mire lesz szükség. Majd csak vissza kell pörgötni a dolgokat. Nemrég csináltunk ilyen feleségemmel, hogy 20 évvel ezelőtt még betárcsázós internetünk volt. Hát egy mai 10 éves azt se tudja, hogy néz ki eleve egy olyan telefon, ahol tárcsázni lehet. A családban a 10 évesek azt találták ki, azt mondták nekünk, hogy olyan telefont kellene kitalálni, ami mindig ugyanazon a helyen van. Mert ugye állandóan elveszítik a mobiltelefonjukat, és olyan telefont kellene kitalálni, ami mindig ugyanazon a helyen van. Mondjuk képzeljétek el, nekünk volt ilyen. Tényleg? Hát nem is volt más. Ugye? 15 évvel ezelőtt hol volt a Facebook? Hát most már a szülők meghalnak, ha nincs Facebook. A gyerekek nem a Facebookon vannak, vagy csak a szülőkedvéért vannak a Facebookon, de nem oda rakják ki az igazi dolgokat, ők már teljesen más dolgokon van, amiről meg a szülők nem tudnak. Na hát akkor 15 év múlva mi lesz? Ezt tudjuk-e? Viszont a felnőtt egy kicsit jobban tudja belőni talán, hogy milyen irányba mennek a dolgok, mint a gyerek. Ugye? Ezért a felnőtt fejében van egy elképzelés arról, hogy hogyan nevelem a gyerekemet a jövőre. Mire lesz szüksége? És megint csoportosítani lehet a nevelési gondolatokat, hogy három kérdés alapján, hogy mit tanítunk az identitásról, mit tanítunk a külvilágról, és mit tanítunk a munkáról és a feladatokról. Ugye az első kérdés az egyszerűen ez, az identitás kérdése. Az az, hogy mit tanítunk a gyerekünknek, hogy ő mitől értékes. Mitől értékes egy ember? És itt a kultúrák között is óriási különbségek vannak. Ugye az attól függ, hogy milyen információt kap, milyen üzenetet kapok erről, az attól függ, hogy nőttem föl. Ugye az egyik szélsőséges eset az, hogy azért vagyok értékes, mert egy értékes közösséghez tartozom. Én ennek a törzsnek vagyok a tagja. Isten ezt a törzset úgy teremtette, hogy ez a legjobb, mert először így úgy sütötte meg az embereket, hogy egy kicsit fehérre sikerültek, de ez nem tetszett Istennek. Azt mondja, csinálok még más embereket, ezt ennek kicsit túl sokáig várt, és hogy megégettek. De aztán Isten pontosan tudta, hogy kell belőni, és olyan ember sütött, aki pontosan olyan szép barna, mint én például. Ugye? Lehet ilyen felfogás. Akkor attól vagyok értékes, hogy én ehhez a társasághoz tartozom. Ugye a szektáknál ugyanúgy lehet, hogy Isten bennünket választott ki, ezért csak mi vagyunk a jó emberek. Attól vagyok értékes, hogy én ehhez a csoporthoz tartozom. De ugye nem csak törzsöknél, meg szektáknál fordul ez elő. Ugye klasszikus leninizmusban ez volt az alapfelfogás, hogy a fa nem számít, csak az erdő. A fát szabad levágni, a lényeg az, hogy az erdő maradjon meg. Ugye ez volt a klasszikus felfogás, hogy az egyén nem számít, csak a társadalom mint egész menjen a megfelelő irányba, és attól vagyok értékes, hogy én építem azt a társadalmat, amit én sem fogok látni, de majd a gyerekeimnek, unokáimnak jó lesz. Ugyanaz. Attól vagyok értékes. Vagy valaminek vagyok a részese. Ugye most a nyugati világban inkább a másik oldalon állnak az emberek, attól vagyok értékes, hogy teljesen egyéni vagyok. De én annyira egyéni vagyok, hogy senki ne is próbáljon engem valamibe, valamilyen csoportba, vagy körbe beskatujázni. Tehát én csak én vagyok. Tehát nincs olyan, hogy én vagy 35 év alatti vagyok, vagy 35 év feletti, tehát én idő felettinek érzem magam.
Hát hol lehet ezt beixelni? Ugye most körbe ment a jelenléti hív. De hát én úgy érzem, hogy ez rám nézve nem érvényes. Akkor kikövetelem, hogy legyen olyan lehető, azt akarom beixelni, hogy egyik se. Mert én egyéni vagyok. Attól vagyok értékes, hogy senki másra nem hasonlítok. Semmiben. És ha mégiscsak azt mondják rám, akkor én még tagadom is, sőt, felháborodom. Nehogy már valaki más eldönti, hogy én milyen vagyok, meg ki vagyok. Tehát ez az identitás kérdés. Persze, ugye, ez egy csúszka. Ugye, nem úgy van, hogy csak az egyik vagy a másik végleges felfogás létezik. A közepén ugye lehet az a felfogás, hogy egy értékes tagja vagyok egy értékes közösségnek. Viszont mi a gyerekeinket valamire neveljük. Hogy ő mitől értékes ember? Igazából majd valamelyik kamasz valamikor azt fogja mondani, hogy én senki vagyok, és sehova nem tartozom. Aki már nevelt kamaszt, az ismeri ezt a kirohanást, de nem szoktuk erre nevelni a gyerekünket, csak az néha-néha kitör bele, kinövi. Viszont ha valaki nem nevelné a gyerekét, ugye? Ha teljesen elhanyagolja. Tehát a nevelésnek a hiánya azt sugallja éppen, hogy mi nem foglalkozunk veled, nekünk teljesen mindegy vagy, azt csinálsz, amit akarsz, nem fogunk róla semmit sem mondani, és akkor ugye, még akkor is sugallunk valamit a gyereknek, nem tartozol sehova, nem vagy értékes egyáltalán. De ugye ez nem nevelési cél senkinek, csak nem tudunk nem nevelni, mint szülő. Nem tudunk nem kommunikálni. Bármit csinálunk, valamit kommunikálunk. Ugye a gyerek életében ez ilyen meghatározó dolog. Mitől vagyok értékes? Második nagy kérdés, hogy mire tanítjuk a gyereket, hogy hogyan gondoljon a külvilágról. Milyen az a világ, amiben élünk? Barátságos? Érdekes? Vagy inkább ellenséges és veszélyes? Hát ha barátságos, ha érdekes, akkor érdemes vele foglalkozni. Akkor érdemes megnézni, hogy mi van a világban. Nem zárkozom el tőle azonnal, hanem próbálom megérteni, hogy mi történik. Próbálom megismerni ismeretlen dolgokat, meg gazdagítják az életemet. Ha meg arra tanítom a gyerekemet, hogy barátságtalan, sőt, veszélyes a világ, igazából az a legjobb, amit otthon tanultál, és amit más mond, az csak ront. És ha bármit tanulsz, amit nem én mondtam neked, akkor ez csak rosszabb lehet. Akkor igazából arra tanítjuk a gyereket, hogy ne is foglalkozzon mással. Ha veszélyes a világ, vagy igazából lehet ott dolgokat találni, de ami már van, az a legfontosabb, és az a legértékesebb, akkor nem nagyon lesz kíváncsi rá. Tehát ilyen zárkozottabb ember gyerek lesz belőle. És itt is van egy közép, ugye? Ha a világ se nem érdekes, se nem ellenséges, akkor mi? Hanem érdektelen. Akkor nem számít. Akkor bármit lehet vele csinálni. Akkor kibányászható a természet, vagy vissza lehet élni az emberek bizalmával, mert nem számít. Tehát ő csak a környezet. Nem az ellenségem, nem is a barátom, hanem ő, hát csak úgy van. Ő csak egy lehetőség. Ő az megint ilyen csúszka. Hogy attól függ, hogy ki mit gondol, hogy mit közvetít a gyereknek, vagy akár a tanulónak. Én gondolom, hogy a jó pedagógus inkább ott van, hogy azt próbálja közvetíteni, hogy a világ érdekes. Érdemes vele foglalkozni. Ha biológus vagyok, akkor azt mondom, hogy érdemes az élőlényeket megnézni. Mert bennem is ez van, és el akarom mondani, hogy de ha nem is az összes állatot, akkor legalább a halakat kell jól megismerni, mert azokat szeretem én a legjobban, tehát ezek a legérdekesebbek. A jó pedagógus ezt közvetíti állandóan, ugye? A rossz tankönyv meg mit közvetít? Hogy lehet dolgokat tanulni a világról, de hogy pontosan mit tanulsz, az teljesen tök mindegy, csak tanul meg fejből, így van és kész. Hogy te mit gondolsz erről a meséről, vagy te mit gondolsz erről a költeményről, az teljesen mindegy, de egy híres ember azt mondta erről a versről, hogy ez ilyen, ezért az így is van, tanul meg fejből, utána kíváncsi lesz a gyerek a versre. Hát nem nagyon lesz kíváncsi.
Neki teljesen mindegy. Az ő feje az, hogy minden versről valakinek van egy véleménye, azt kellett fejből tanulni, de olvasok én verset? Nem szoktam verset olvasni, majd. Majd, amikor küldi a barátnőm az első SMS-es verset, hogy szerelmes belém, akkor fogok verset olvasni, és akkor nekem lesz egy véleményem róla. De hát azon kívül hagyjanak engem békén. Nem? És ha az előző szemponttal összekötjük a dolgokat, akkor már négyféle nevelési stílus tudunk megkülönböztetni. Ugye van a közösségi, mindenre nyitott ember, van a saját közösségéhez tartozó, de másokat elutasító ember, akkor van a mindenre nyitott egyéniség, ugye a művész ember, és van a mindentől elzárkozó ember, aki már rég tudja a legjobb dolgokat, meg amit ő főz, az eleve az lesz a legfinom. Nem megy étterembe, mert amit nem ő csinál, az eleve rossz. Na most gondolunk is valamire, gondolom, nem? Tehát ha így elmondom ezt a négy stílust, akkor lehet, hogy egy-két kép még beugrik valaki. És ugye így alapból nem lehet egyikről se azt mondani, hogy ez jobb, vagy a más, mint a másik. Hogy mire nevelünk, az attól függ, hogy miből indulunk ki. Tehát, első kérdés, mitől értékes? Mit közvetítek a gyerekemnek, hogy ő mitől értékes? Második kérdés, mit közvetítek a külvilágról? És a harmadik, ami ennek egy része, mit közvetítek a munkáról és a feladatokról? Mi a munka? A munka egy kihívás és megtiszteltetés? Ami annyira érdekes, hogy szívesen foglalkozom vele, és kitartom benne, mert ez egy nagyon jó foglalatosság, vagy pedig egy teher, ami alól minél gyorsabban és minél okosabban ki kell bújni, nehogy valami feladatom, vagy szerepem, vagy munkám legyen, inkább ne legyen. Ugye itt nagyon is kommunikálunk, Minden nap, amikor hazajövünk, igazából, a munkából. Ugye? Amit a szülő mond a munkahelyéről, az már közvetít valamit a gyereknek arról, hogy milyen a munka. Ő még nem tudja igazából, hogy milyen a munka világa, de ha a szülő csak azt mondja, hogy fiam, figyelj ide, először a munkát kell csinálni, és utána játszhatsz. Na és hányszor mondtuk már? Először a házi munkát kell csinálni, és utána játszhat. Mit közvetítünk? Nagyon finoman. A házi munka teher, a játszás jó. Először azt kell csinálni, ami rossz, és utána megtehetem azt, amit én akarok. Mert mi is sokszor így fogjuk föl. Tehát lehet azt mondani, hogy milyen házit kaptál, megnézhetem? Olyan kíváncsi vagyok, olyan rég volt nekem házim. Akkor már tehát jó, oké. Színészi képesség azért kell szerintem néha-néha a szülői szerephez. De hát akkor már teljesen mást közvetítok. Ugye, mint amikor úgy jövök ki a munkám, hogy milyen napom volt, meg mit mondott a főnök, meg de örülök, hogy kicsit korábban tudtam menni, de neked most először meg kell csinálnod a házit, és utána játszhatsz. Nem? A gyerek ráérez nagyon gyorsan. Nagyon gyorsan tudja, hogy miről van szó. Vagy akár megmutatom, hogy kiviszem a szemetet, vagy sem. Tehát azzal is mutatok valamit. Itt is ugye, ebben a témában nem tudok nem nevelni. Egyszerűen. Ez megy magától. És ugye, itt is ugyanaz érvényes, hogy ezt is lehetne még összekötni az első szemponttal, hogy attól leszek értékes, hogyha nagyon-nagyon nagy kitartással kiharcolom a legjobb karriert. Vagy egy másik családban azt mondják, hogy tehát fiam, láttam, hogy van házid, de most gyere, most először ezt meg azt még el kell végeznünk közösen, mert ugye ez itt egy családi vállalkozás, és ha mindenki kiveszi a részét belőle, akkor a végén mindenkinek lesz jó. Értitek, hogy itt összekapcsolódnak a dolgok. És ha 2-2-2 lehetőség van, akkor igazából 8
szélsőséges nevelési stílust lehetne megkülönböztetni. Én most kettőt szeretném jellemezni. Két ilyen nagyon szélsőséges pont talán. Az egyik az ez. Vajon erre neveljük a gyerekünket, hogy ezt mondja? Ha valaki más képes rá, akkor én is képes vagyok rá. Ha senki más sem képes rá, akkor nekem meg kell tanulnom. Ez milyen ember? Ugye ez egy közösségi ember. Azt mondja, van valami feladat. Ha valaki más meg tudja oldani, akkor én is tudom megoldani. Nem kell őt zavarni, van neki elég baja. Ha ő meg tudta tanulni, akkor én is meg tudom tanulni. Ha eddig senki sem tanulta meg, hogy kell ezt megoldani, hát akkor neki állok és megoldom, mert a többieknek is jó lesz. Ugye egy közösségi ember, aki kihívásnak látja a munkát, tehát ő attól értékes, hogy a közösség értékes, nyitott új dolgokra, szívesen tanul, önmagáról azt gondolja, hogy gyurma, úgyhogy bármit meg tud tanulni, csak akarni kell, gyúrni kell, hogy az az egyik. Szélsőséges. A másik az ez. Lehet, hogy ezt jobban ismerjük. Ha valaki más képes rá, akkor tegye meg ő. Ha senki más nem képes rá, akkor miért pont én tanuljam meg? Ugye ez az ember eléggé az ellenkezője az elsőnek. Hogy neki van a saját dolga. Hát, ha valamit nem tud csinálni, nem csinálja. Nincs kezdve valamit tanulni, nem tanul. De ha senki más se tudja megoldani, akkor ő se, akkor meg minek, akkor meg ő. És az érdekes, hogy most lehet, hogy azt gondoljuk, hogy az egyik jobb, mint a másik. De ez megint attól függ, hogy milyen kultúrában élünk. Ugye lehet, hogy azt gondoljuk, hogy akkor az az első, az a jó nevelési cél, viszont az például a japánokra jellemző, meg a koreaiakra is, akik ilyen közösségbe gondolnak, és mindent képes megtenni. A japán nyelvben van egy külön szó arra, hogyha valaki halálra dolgozta magát. Hogy annyi mindent vállalt a cégért, mert ugye egy értékes cégnél dolgozom, és vállalom, és a 60 óra az a minimum, utána kezdődik csak a túlóra, de nem is mondom a túlóráztom, hogy valamit akarok megtanulni, amit eddig senki nem tudott, és 30 évesen meghalnak a munkájukon, vagy egyszerűen reggel nem ébrednek föl. Hát akkor talán mégse az a cél. Viszont itt látjuk, hogy tehát a fejünkben van valami elképzelés, valamit közvetítünk, csak ez megint sokszor nem tudatos. És azért beszélünk ma róla, hogy tudatosuljon egy picit. Hogy mit közvetítünk a gyerekeinknek. Mi milyen embert szeretnénk látni 20-valahány év múlva. És ha csak ezt a három szempontot nézzük meg, akkor már elég jól tudjuk magunkat belőni. Tehát nem én találtam ki ezt a három szempontot, ez egy nagyobb elméletből származik, csak gondoltam, hogy hasznos. Akkor a kérdés, amire mindenki kíváncsi, de hogyan nevelünk? Jól csinálom-e, vagy sem? És ugye itt már rengeteg kérdésről lehetne beszélni. Én most hármat hoztam ide, ami a legtöbb szakkönyvben is visszajön, mint állandó probléma. A kommunikáció, a rend és a felkészítés az önállóságra. Ki beszél a családban? És hányan? Nekem olyan érdekes, hogy azt vettem észre, hogy bizonyos körökben itt, Magyarországon legalábbis, bár Hollandiában is előfordul néha, csak itt nekem jobban tűnt föl, hogy anyu beszél. Anyu beszél apu helyet is. Anyu beszél a gyerek helyet is. És ugye, ha karon ülünk, akkor teljesen természetes, akkor anyu beszélteti a picit, úgy mond, hogy úgy csinál, mint a kicsi beszél. Hát ha 5 évesen még mindig csinálja, akkor érdekes. De amikor egy születésnapon vagyok, és egy 30-valahány éves férfitől azt kérdezem, hogy mivel foglalkozik, és a mellette levő anyja kezd ki válaszolni, akkor én padlót fogok. De ez egy valóban történt, tehát valóban történt ez, nem találtam ki.
Hogy ez annyira benne van a anyuba, hogy teljesen minden jó a családban, kihez beszélsz, anyu fog válaszolni. Hogy miért? Nem tudom. Lehet, hogy ő tudja, hogy mi a jó válasz, vagy hogyan kell a helyzetet jól eladni. Tehát, hogy az annyira megszokta, hogy mindenki helyett beszél. De hát ez nagyon kényelmes apunak is, meg a gyerekeknek is. Csak ugye a gyereknek is mindenről meg lesz a saját véleménye, csak nem mondja ki. Majd később. Vagy majd kiderül. És akkor anyu csodálkozik, hogy mi van, ez az én gyerekem? Tehát én eddig azt mondattam vele, hogy. Most kiderül, hogy nem az van a fejében. Ki beszél a családban? És egyirányú, vagy több irányú a beszélgetés? Magyarul választ is várok. Ugye, hazajön a gyerek, hármasa van. Na Petike, miért van hármasam? Nem megmondtam, hogy többet kell tanulni? És még, 5 percen keresztül csak mondom neki, hogy én nem értem, hogy neki miért van hármasa. Jó, most már menjél föl a szobádra és tanuljál. Mondtam 25 kérdést neki 5 perc alatt, de egy válaszra sem voltam kíváncsi. Valaki most megismeri önmagát? De hát most, ezt most miért csináltam? Csak azt akartam neki megmutatni, hogy én indékás vagyok attól, hogy ő hármast hozott haza. És akkor mondom, csak hát, hogy válaszoljon a gyerek. Én azt vettem észre, hogy több. De erre kezdtem, annyira szoktam meg, nem csak otthon, de szerintem az iskolában is, hogy kivár. Tehát felteszek egy kérdést neki, a gyerek meg kivár. Hogy hát, ha nem kell válaszolni. És akkor, tehát mondjál valami, ja? De mi is volt a kérdés? Mert ugye az első nem is figyelek oda, mert eddig se kellett válaszolnom, mert minek? De tényleg kíváncsi a bácsi a válaszra? Hát ez egy teljesen új dolog, gyerekek. Milyenek vannak? Mi a kommunikáció? Akkor volt érdekes, amikor egy ifjúsági alkalman azt a nagyon egyszerű feladatot adtuk a gyerekeknek, hogy az egyik megkapja a Legónak az útmutatását, és ő mondja el a társának, aki a háta mögött van, hogy kell összerakni a repülőt. De ilyen 15 darabból áll, nem úgy sok. Csak ő mondja, tehát ő látja a képet, csak most magyarázza el a társának, hogy mit kell csinálni. És akkor mondja a gyerek, hát azt az izét a másik izére kell tenni. Szerintem ő nem fogja megérteni, hogy miről van szó. És akkor a gyerek csak úgy nézi a képet, de mit kell erről mondani? Na, te nem tudsz valamit az egyik ízéről elmondani, hogy milyen a színe, milyen hosszú, hány pötty van rajta. Ja, hát tényleg. Hát jó, tehát ilyen hosszúkás kék ízét kell elővenni, és a pirosat kell rárakni. Na, tehát így indultunk, nem biztos, hogy mindig repülő lett belőle. És mi van a háttérben? A gyerek nem tud verbalizálni. Nem tudja szavakba elmondani, hogy mit lát, mit érez, talán az se, hogy mit gondol. Vissza tudja adni, amit megtanult az iskolában, mert tanulni tud. De egyszer neki kell elmondani, hogy mit lát, mit hall, erről mi az ő véleménye, mit érez. Ha nincs meg az a több irányú kommunikáció gyerekkortól fogva, akkor hol fogja megtanulni? Aztán még csodálkozunk rajta, hogy nem tud fogalmazást írni. Hát miből tud fogalmazást írni, ha azt szokta meg, hogy anyu mondja. A tolva mondás megy neki, fogalmazás az nehéz. Mert akkor már hát mit, hogyan? Kicsit gyakorolunk és megy. Ugyanúgy a helyes beszéd, a köszöntés. Nekünk nagyon vicces volt a faluba, hogy megyünk a gyerekekkel. Jön a, mit tudom, a hanyadik szomszéd a kisgyerekével. A gyerekén köszöntenek. És a férfi azt mondja a lányának, hogy de te is köszönts. Ő nem. Eszébe se jutott. A lányának mondja, te is köszönj. Ugye a gyerek meg ránéz az apjára, hát ha te sem csinálod, akkor én meg minek, ugye? Ha más nem képes rá, akkor meg minek tanuljam meg én? Ilyen alapvető dolgokon múlik a történet. Kommunikáció a családban. Egyirányú, több irányú, elvárjuk a választ. Aztán milyen üzenetek jönnek át? Pedagógus mondta nekem, hogy mindig visszajelzést kell adni a gyereknek a munkájáról, tehát havonta egyszer le kell ülni, és el kell mondani a gyereknek, hogy mit csinált rosszul. És ott volt a pont. Hanem szerintem valami hiányzik. Mi? Hát azt mondod el a gyereknek, hogy mit csinált rosszul? Hát
Igen. És amit jól csinált, ahol nem kell beszélni. Ő megkapta a piros pontot, vagy az ötöst, de azt kell mondani, hogy mit csinált rosszul. De ugye a gyerek fejében akkor mi lesz? Nagyon szép, hogy a füzetemben ott a piros pont, de a tanár szájából mindig a negatív jön. Érdemes odafigyelni a kommunikációnkban az arányt a pozitív és a negatív dolgok között. Hogy mindig arra megyek rá, amit nem csinált jól. Még mindig nem ismered a hatos szorzást. Vagy, na ötig már tudod, de jó, biztos holnap tízig is tudod majd. Nem, hozzáállás kérdése. Pozitív üzenet, negatív üzenet. Jó, ha csak pozitív üzenetet kap a gyerek, akkor azt fogja gondolni, hogy zseni. Nem baj, hogy a legtöbb szülő, amikor megkérdezik a szülőket az iskolákban, az összes szülő, vagy legalább a szülők többség azt fogja mondani, hogy az ő gyereke átlag felüli. Általában ugye az osztályban a szülő 90%-a mondja, hogy az ő gyereke átlag felüli, de hát mindenki tudja, hogy a matek nem jön ki. De ha csak mindig azt mondom, hogy a gyerek, jó, de ügyes vagy, jó, és soha nem kap olyan visszajelzést, hogy na, oké, de hát ezt már tudtad igazából, valami nehezebbet is lehetett volna csinálni. Például, akkor tényleg a gyerek is azt fogja gondolni magáról, hogy ő teljesen átlag felüli. Az sem biztos, hogy mindig jó a gyereknek, hogy attól függ, hogy milyen a gyerek, hogy mi kell neki, de azt a szülő tudja belőni a legjobban. És, ami még ide tartozik, elég sok szülő gondolatolvasó. Elmondja a gyereknek, hogy mit gondol. Te azt gondolod, hogy... Most te biztos azt gondolod, hogy, vagy te ilyen meg olyan vagy, ahelyett, hogy azt mondaná, hogy én. Hogy amikor te ezt csinálod, akkor én érzem rosszul magam. Amikor te így viselkedsz, akkor az nekem úgy jön le, hogy a te az mindig benne van, de hol van az én? Hol vagyok én? De ugye a nevelés az egy páros történet. Abban benne van a gyerek is, de abban benne vagyok én is. Ha a gyerek mindig azt mondja, hogy te, és soha nem tudja meg, hogy a szülőben mi zajlódik, akkor azt fogja gondolni, hogy nem érdekes. Csak meg kell felelni egy bizonyos elvárásnak. De mikor fogja föl, hogy amit ő csinál, az a szülőből is valamit kivárt. És meg tudják érteni a gyerekek. Tehát a kislányuk is érti, legalább remélem, mert mindig elmondjuk neki, hogyha ő rosszat csinál, és nekünk büntetést kell adnunk neki, akkor az nekünk is rossz érzés. Hogy értse már meg, hogy ezt nem izomból csinálom, és nem kettelésből csinálom, hanem muszáj. Ő rontja, szabad így mondanom, a légkört, akkor a szülő közbe lép. De nekem ez nem tetszik, nekem jobban tetszett volna, hogyha ő ezt vagy azt nem csinálja. És akkor már benne vagyok én is benne. Nem csak arról van szó, hogy ő mit csinál rosszul, hanem arról van szó, hogy ha te ezt csinálod, akkor az nekem ez meg az okozza. És nem bizony, hogy 5 évesen meg fogja érteni az egészet, de ha ezt következetesen csinálom, akkor valamikor csak le fog esni. Akár még egy kamasznak is. És ugye ez a harmadik. Lehet dolgokat humorral is megoldani. Nem kell mindig olyan komolyan. Lehet néha-néha kicsit kisargítani a dolgokat. Lehet néha-néha magamat is egy kicsit nevetségessé tenni a gyerek előtt. Hogy megmutatom neki, hogy ez hogy néz ki. Hogy néz ki egy hiszti például. Hát azon lehet, hogy tud röhögni egy 4 éves is. Ha egyszer látja másik oldalról, hogy anyu ott fetreng a földön, és csapkod a kezével, lábával, és akkor megdereng egyszer, hogy anyu, te normális vagy? Hát, azt csinálom, amit te. Ugye egy dolgot nem szabad csinálni, nevetségesíteni a gyereket. De azon kívül belefér a humor a nevelésbe. Nagyon jó a gyerek fantáziájának is. Amikor érti, hogy lehet furcsa mondatokat is kitalálni, például nálunk az egyik gyereknél ez jön elő, hogy nagyon, tehát mindig annyira ragaszkodott a valósághoz, hogy direkt azt mondta neki, most találj ki egy mondatot, ami nem lehet. Tehát mondjál egy mondatot, ami egyszerűen nem létezik, hogy ez történik a valóságban. Hogy fogja már föl, hogy ez nem, és akkor nevet rajta. Mondja, hát akkor megvan a humor, de megvan a fantázia, és mondja, a kettő az egymáshoz tartozik.
Na, az az egyik állandóan visszatérő téma. A következő visszatérő téma a nevelésben a rend. Van-e rend a családban? Tehát, hogy a dolgoknak megvan-e a saját idejük? Például lefekvés előtt, ugye akkor általán a rítusról szoktak beszélni a szakirodalomban, de nekem kicsit nem tetszik ez a szó, mert a ritmusról nem lehet nem csak arra használni, hogy lefekvés előtt milyen sorrendben történnek a dolgok, hanem a napnak van-e valami ritmusa. Hogy úgy szoktunk felkelni, hogy, és utána az történik, hogy. És amikor iskolából jövünk, akkor és akkor nem biztos, hogy 3-kor jövünk mindig az iskolából, lehet 4-kor is, az 5-kor is, de amikor az iskolából jövünk, akkor mindig valami hasonló dolog történik. Ugye ez a ritmus, amiben bele lehet szokni, és talán még a hétnek is lehet egy ritmusa, vagy akár még az évnek is lehet egy ritmusa. Visszatérő dolgok, ami szokássá válik, amit már előre várunk, hogy jaj, de jó. Ha nincs ritmus, akkor mi történik? Ha nincs ritmus, akkor azt csináljuk, ami sürgős. Ami éppen szembe jön. Amikor éhes vagyok, akkor enni kell. Akkor nekiállok főzni. De közben jön egy telefon, hát akkor az is fontos. Aztán, ja, eszembe jutott, hogy mindjárt zár a posta, akkor még gyorsan a csekket kell. Ja, és akkor visszafele már, jaj, gyerekek, nem zártam be a sütőt, akkor most mit fogunk enni, mert mindent elkezdtem, semmit nem fejeztem be. Ugye? És a gyerek, ha nem tanulja meg, hogy ha van benne valami vágy, azt lehet később is betölteni, nem kell azonnal, akkor ő ilyen vágy által irányított ember lesz ő is. Hogy most éhes vagyok, most kell enni, anyu. És akkor már hisztizik az ajtóba. Ha a gyerek megtanulta, hogy mindennek megvan a szabott rendje, akkor lehet neki mondani, hogy hát tudod, hogy először ez meg az, és utána eszünk. Mert minden nap így szokott lenni, ugye nem órára pontosan, legalább Magyarországon nem működik, akkor már németnek kell lenni, hogy akkor pontosan, ugye 17:30 után 3,5 perccel leülünk az asztalhoz, de már nem minden családban működik ez, de ha megvan a rendje, hogy először még ez, és utána még az, és jó lesz ez egy gyereknek, mert ugye majd olyan világba kerül, ahol nem lehet mindent azonnal. Hogy most nekem valami kell, és akkor most. Arra lehet segíteni, ha eleve van egy kis rend. Hát hogy lesz rend, ha vannak szabályok? Miért vannak a szabályok? Nyári tábor elején mindig mondom el a gyerekeknek, azért vannak szabályok, hogy mindenki jól érezhesse magát. Tehát azokat a dolgokat zárjuk ki, amitől valaki ideges lesz. És az volt az érdekes, hogy tehát ilyen 6-12 év közötti gyerekekről van szó, és kérdeztem tőlük, hogy akkor milyen szabályok legyenek. És így kapásból mondtak 5-6 dolgot, hogy amit fogunk csinálni, vagy amit nem fogunk csinálni. Nem piszkáljuk egymást. És amikor este Facebookon láthatóvá lett, hogy az egyik gyerek piszkálja a másikat, akkor másnap reggel éppen hajós történet volt, a kapitány mondta, hogy ő azért észrevettem, hogy valaki valamit írt a Facebookon, de azt beszéltük meg, hogy ezt nem csináljuk, tehát ezt rendezni kell. És még ugyanazon a nap este Facebookon megint bocsánatot kért az illető a másiktól, és persze másnap a kapitány megdicsérte, hogy nyilvánosan rontotta el a dolgot, nyilvánosan hozta rendbe. Nagyon örülök neki, hogy ilyen felnőtt gyerekekkel tudtam dolgozni. De ugye együtt beszéltük meg, hogy mitől lesz jó. Ugye a családban persze, hogy mindig a szülő is megnézni, hogy valóban mi lesz jó. De érdemes nem házi rendet adni a gyereknek, hanem tényleg közösen megbeszélni, hogy nálunk mit kellene betartanunk közösen, tehát nekem is, ugye, megint benne vagyok én is, mit kellene betartanunk, hogy mindenki jól érezhesse magát. Akkor mi lenne a szabály? Iskolákban csinálták ezt, és az egyik író azt írta, hogy neki nagyon érdekes volt, amikor a következményekről, a büntetésekről is beszéltek, akkor a gyerekek még szigorúbb büntetéseket is találtak ki, mint az osztályfőnök kitalálta volna. Mert a gyereknek az annyira, tehát amit a gyerek mondott magától, az annyira fontos volt, hogy ha valaki ezt áthágja, akkor annak tényleg következménye lesz. És mindenki aláírja, ettől lesz nyugi.
Egy kérdés persze van. Következetesség. Ugye? Ezen áll vagy bukik a történet. Bármit lehet kitalálni, de csak akkor fog megtörténni, ha következetes vagyok. Ha ezt beszéltük meg, akkor az úgy is lesz. 3 napig istizik a gyerek, aztán megtanulta. Utána ő fogja mondani, hogy de annyi, azt beszéltük meg, hogy. És akkor rámutat a szabályra. És akkor én leszek büntíve. Mert tényleg nem gondolta rá, mert megszokásból csináltam valamit, és nem gondoltam rá, hogy mi megbeszéltük, hogy délután 4-ig az enne szólhat bármilyen volumenen, mert akkor apu még nincs otthon, és akkor anyu úgy csinál, mintha nem hallja. És ha 3:30-kor rászólok a gyereknek, anyu, hát azt beszéltük, hogy 4-ig azért lehet. És ő a másodpercre fogja betartani és betartatni. De azt beszéltük meg, akkor azt beszéltük meg. Ha nem volt jó a szabály, akkor mást kellene megbeszélni. Mi az a következetesség? És ebben, mondom, ha kipróbáljátok, látni fogjátok, hogy ebből lehet, hogy a gyerekek megelőznek bennünket. Legalább a kamaszkor alatt. Jó. Oké. Akkor. Még egy dolog. 3 alpontból áll. Vajon hogyan készítjük fel a gyerekünket az önállóságra? Én azért merem remélni, hogy mi abból indulunk ki, hogy ez a nevelésnek a célja. Hogy a gyerek önállóan tudjon döntéseket hozni, legyen saját élete. Mi így szoktuk mondani. Ebben az első kérdés az, hogy mivel motiválunk. Mert kétféleképpen lehet motiválni. Külső dolgokkal, ajándékokkal, ha megcsinálod, akkor kapsz egy biciklit, vagy lehet arra nevelni a gyereket, hogy a motiváció az az, hogy öröm van abban, amit csinálsz. És nem mindegy, hogy melyik módszert használjuk. A külső motivációra azt derítették ki, tehát az az, amikor ajándékot adok a gyerekemnek, mert valamit csinált, hogyha külsőleg motiválunk bárkit, tehát felnőttet is, de gyereket is, akkor az illetőnek kevésbé érdekes lesz az a tevékenység. Amiért megkapta a csokit, pénzt, biciklit, aranyláncot, házat, bármit. Tehát ha előre tudja, hogy ha ezt csinálja, akkor fog kapni érte valamit, akkor ez neki már kevésbé érdekes. Akkor a minimumot fogja elvégezni, hogy le legyen tudva. Van, amikor ezt akarjuk. Amikor a kislányunk abba próbált hősködni, hogy visszatartja a székletet, mert azzal volt elfoglalva, akkor éppen ezt a módszert választottuk. Hogyha kaki van, egy adott napon, akkor kap egy piros pontot, vagy egy matricát, vagy valamit, összegyűjt megfelelő számú matricát, és kap egy cukorkát. Miért? Hogy ne legyenek olyan fontos ez a téma. Ugye egyrészt azt erősítjük meg, hogy ha szépen csinálod minden nap, akkor ezt erősítjük meg, hogy az lenne a normális, de sokkal fontosabb az volt, hogy ez az egész téma ne legyen olyan fontos neki, mert ha nem foglalkozik vele, jobban fog menni. Ha állandóan arra gondol, hogy mit kell csinálni, vagy mit nem kell csinálni, vagy mit lehet még csinálni, hát akkor csak ezzel lesz elfoglalva. Tehát lehet ezt direkt használni. Vagy hogyha teljesen mindegy, hogy ki mossa le az autót, akkor lehet a kamaszoknak mondani, ugye, hogy 1000 forintot kap, aki lemossa az autómat. Na, annyira nem érdekes, hogy ki csinálja, csak legyen megoldva. Ugye ez a külső motiváció. A belső motiváció az, hogy arra tanítom a gyereket, hogy ez önmagában fontos, amit csinálsz. Ha ezt csinálod, akkor jól fogod magad érezni. Vagy csináljunk együtt, és akkor úgy lesz jó. Vagy még akár úgy is, hogy ha a gyerek ugye azzal van elfoglalva, hogy világklasszis focista lesz, és hát leckét nem akar írni, mert ugye ki kell menni labdával, ott vannak a havarok, amíg ezt, meg azt kell gyakorolni, akkor egyszer csak mondja a szülő neki, hogy te figyelj, hogy valamire gondoltam. Most te leszel a világ egyik legjobb futballistája. Igen. És akkor a Barcába fogsz focizni. Igen. De hogy fogsz beszélni a többiekkel? Mi van? Hát a többiek nem tudnak magyarul. Hát ha csak magyarul tudsz, akkor majd ott a Barcában, hogy fogod megérteni, mit kell csinálni? Meg a szünetben kivel fogsz leülni, sörözni?
egy nyelvet sem beszélsz. Hát a jó focistának fontos a nyelvtanulás is, nem? Meg eleve tudod, hogy hol van ez a Barcelona? Gőzöm nincs. Hát ez elég gáz, nem? Ha kapsz egy hívást, hogy hát most Dar es Salaamban van egy üres hely, kellene egy jó kicker, és azt se tudod, hogy hol van, hát akkor talán valamit azért kellene tudni a topográfiáról, a földrajzról is, nem? Tehát valami minimum azért hozzátartozik, ha jó focista akarsz lenni, és tényleg? Nem? De ki kell találni? Mi tartozik még ahhoz? Vagy ez a belső motiváció. Tehát nem azt mondom, hogy és ha most megtanult az angol leckét, akkor majd elviszlek a Fradi meccsre jövő héten. Vagy az a külső motiváció. És akkor még kevésbé fog foglalkozni az angol leckével. A belső motiváció az, hogy nem tud senkivel se beszélni. Te leszel a világ legjobb futballistája, és itt fogsz focizni a bátaszéknél, mert senkivel nem tudsz leülni, tárgyalni. Azt akarod? Ja le! És nem vicc, ez volt Polgár László módszere, aki a polgárlányokat nevelte fel. Minden három lány a saknál kezdődött, de hogy elég gyorsan jött az, hogy ha fejlődni akarsz, akkor nyelveket is kell tudniám. Olyan, csak könyveket akarsz olvasni, aztán meg ott ülni egész nap a tábla előtt, az se vicces. Tehát erőnlétet is kell gyakorolniám, és akkor jött a következő tantárs, és a következő, és hát ugyan ott még a matek is számít, de még a focistánál se árt, hogyha valami tud azért szögekről, meg erőkről, meg értitek? Oda kell kötni, amit érdekel a gyerek. Ez a belső motiváció. Ő már akar valamit, hát akkor akarjon hozzá még valami mást is. Nehéz ez nekünk, mert sokkal egyszerűbb csokit ígérni. Ugye a másik az már nehezebb, csak hosszabb távra lehet, hogy a belső motiváció továbbra viszi a gyereket. Ez a kapcsolatban. És vajon nálatok miről dönthet a gyerek? Gyereknek van-e valami beleszólása abban, hogy milyen ruhát vesz föl? Mondhat-e valamit arról, hogy a hétvégén mit fogunk csinálni? Nagyon egyszerű, hogyha ott is valaki mindig meghozza a döntéseket, és én már ott ültem olyan asztalnál, ahol az édesapa lelkileg teljesen össze volt törve, mert minden három gyerekének fölépített már egy házat, a gyerekek nem abba akartak beleköltözni. Sőt, nem is abban a városba akartak lakni, ahol ő fölépített a házakat. És csak jót akartam a gyerekeimnek. El is hiszem, megkérdezted? Megkérdezted, hogy érdemes-e, hogy amikor 4 éves a gyerek, te elkezdett építeni neki egy házat, jó ötlet? Ugye? Talán nem jó ötlet, hogyha mindenről a gyerek dönt, de ha arra akarjuk felkészíteni, hogy valamikor ő tudjon önállóan döntéseket hozni, akkor valahol el kell kezdeni. Valamikor el kell kezdeni. Persze a szülő dönti el, hogy miben dönt a gyerek, milyen lehetőségek között választhat a gyerek egyáltalán, hogy én adom neki a keretet. De akkor meg fogja tanulni. Hogy, ja, itt egy helyzet van, lehet így is, lehet úgy is, lehet amúgy is, most én mit szeretnék? És ha rosszul dönt, akkor következetesség, viselje meg a következményeket is. Aztán a legközelebb már kicsit jobban fogja fel a történetet, és ahhoz, azzal értünk az utolsó ponthoz, felkészítjük a gyereket a nehéz helyzetekre. Amikor társat hozunk, akkor az a lényeg, hogy a gyerek nyerjen. Van olyan család? Vagy nem baj, ha a gyerek azt is látja, hogy nem mindig ő nyer? És csap egy hisztét, náluk is. Az volt, amikor a többi gyerekekkel együtt játszottunk. Van egy gyerek, aki még már a fejével már tudja, hogy de jó volt a játék. Jó volt közösen játszani, de ha nem ő nyer, a kis hiszti még mindig van. Sőt, ha az anyukája ott van, akkor még képes sírni is. Mert hogy nagyon rossz, de felkészítjük erre a gyereket? Vagy mindig mindentől megóvjuk a gyereket, és akkor nem, ő még nem elég erős, tehát akkor inkább ne, minden úgy legyen, ahogy ő akarja. Ez már átvezet a következő témához, amiről majd legközelebb. Ez a frusztráció kezelésnek a kérdése. Frusztráció az, hogy valamit akarok, de nem jön össze. Mindannyiunknak az életében benne van, azt gondolom, hogy érdemes erről külön beszélni, de ugye ehhez a témához tartozik. Amikor nevelem a gyerekemet, akkor hogy van a kommunikáció?
Van-e valami rend? És a harmadik, valóban önállóságra nevelem? Ez három olyan fontos kérdés, amit érdemes végig gondolni, akár most a kiscsoportos beszélgetésben is.